Perki Mazsi vagyok, és hoztam nektek egy kis élménybeszámolót a végleges szőrtelenítésemről. Azt kell, hogy mondjam, hogy 4 alkalom után eléggé látványos eredményt értünk el, meg is mutatom nektek. Kezdjük itt a kezemen. Ennyi szőröcském maradt 4 alkalom után, és sokan kérdezitek, hogy mi lesz most nyáron, hogy jön az UV-sugárzás, jön a meleg, a nap, semmi probléma nincsen, hiszen ezt a fajta végleges szőrtelenítést most nyáron is el tudjátok akár kezdeni, vagy folytatni tudjátok, ha vége lesz végre ennek a karanténhelyzetnek. Mégpedig azért, mert a bőrünket, ha megfelelőképpen védjük az UV-sugárzástól, 5 nappal kezelés előtt és 5 nappal kezelés után, akkor semmi probléma nem történhet. Tudjátok, hogy az én porom egy kicsit barnám, ezért ugye mielőtt mentünk Amerikába, volt egy kezelésem, de miután hazaértünk, akkor is elmentem kezelésre, hiába volt sötétebb árnyalatú a bőröm, a szőrömet úgy állítják be ezen a gépen, hogy olyan fokozaton égessük ki a szőrszálaknak a tövét, hogy el is pusztuljanak. Mutatok még egy kis helyet, itt mutatom a hónaljamat még. Itt ennyi szőröcském van 4 alkalom után, másik oldalon, itt sincs sokkal több. Mutatom a lábamat, ha így végig simítom, látjátok, már csak 3 alkalmam van, természetesen ezeket végigjárom. És beáig készültek nektek egy hihetetlen jó akcióval, kedvezménnyel. Most a limitless bérlet esetében, ha 60 000 forintot befizettek előlegként, és bármikor le tudjátok használni majd, akkor bebiztosítjátok magatoknak ezt az extra kedvezményes árt, a többi testrésznél pedig 30 000 forint előleget kell befizetni. Mondok is nektek egy összeget, 367 200 forint a limitless bérlet ezen a kedvezményes áron, és ha ugye ezt a 60 000 forint előleget befizetetek, ebből még ez is lejön. De hát, mennyi lesz? 300 7200 forintért egy limitless bérletet tudtok vásárolni. Hát én azt gondolom, hogy ilyennel még soha senki sehol nem találkozott Magyarországon, úgyhogy érdemes erre előfizetni.